Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Azt húzd nekem, hogy ne húzd, hogy a szerelemnek boldogság a vége. Ne húzd, hogy a szerelemért hűség jár cserébe. Húzd, hogy virgad a virág. Húzd, hogy komisz. Húzd el azt, hogy rosszul jár a lány, ha csókér szívet ad. Húzd el, hogy a szerelem csak csalfa déli báb. És itt vagyunk a stúdióban, élőbe, Kalocsai Zsuzsa primadonna, kezi csókolom, szép jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Hát tulajdonképpen az a baj, hogy reggel van, de a héten is lesz még nálunk a Libazsír vendége, és akkor majd pezsgős pukkanásokkal várjuk. 40 éve a Magyar Állami Operett Színháznak a tagja. Igen, ebben az évben jubilálok, és magam sem hiszem el, hogy már 40 évet eltöltöttem itt. Olyan, mintha tegnap jöttem volna, mert ahol az ember jól érzi magát, ott repül az idő. Na de beszéljünk a máról is. Egyre kevesebbet látjuk a színpadon, viszont egyre több közönség találkozik önnel. Itt van ez a rökkenő nyár, és ilyenkor rengeteg hakni van, és ezek a haknik, ezek nem negatív haknik, a hatalmas közönség siker, és akkor ott összeállnak primadonnák, népdalénekesek, van ott a világon minden. Mi is lesz a következő fellépés? Hát előbb egy nagyon picit hadd fűzzek ehhez az úgynevezett haknihoz, és ehhez a hakni világhoz, hogy ez félreértés ne essék, ez nem csak a pénzről szól. Ez ugye arról is szól, hogy az ember elviszi a kultúrát olyan falvakba, olyan pici helyekre, ahol talán soha nem tudnak feljönni a budapesti színházakba. Ez olyan, mint a szocializmusban volt a Dériné Színház, egy utazó. Hát tulajdonképpen abszolút olyan, hogy ha nem is az ekkor szekére, hát, de beülünk az autóba, és az előadásokat, kis ekkor szekerünkbe, előadásokat, különféle műsorokat, operett műsorokat, esztrád műsorokat igény szerint összeállítunk, és ott egy szép estét szerzünk az ott. De ennek már hatalmas hagyománya van. A jegyek már rég előre elfogytak, igen, és tűkön ülve várja a közönség. Hát hogyne, és az az igazság, hogy én a mai napig szeretek beülni az autóba, és szeretek elmenni. Tehát nekem az utazás az soha nem jelentett problémát. És az sem, hogy kilépjek az operettből, tehát szívesen énekelek akár musicalt, akár slágert, akár magyar nótát, mint ahogy ez most majd az augusztus 26-ai Verpeléti Magyar Nóta Fesztiválon is lesz, aminek a producere Faller István, és a rendezője is Faller István. És itt is egy gyönyörű kerek jubileumról beszélhetünk, mert 30. alkalommal rendezi meg ezt. Hát akkor ez nem hakni. Ez nem, hát
Ez egy hagyomány. Ez egy hagyomány. Igen. Erre az emberek egész évben várnak, hogy ünnepeljék a születet, és van itt a világon hát, minden. Hogyne, már reggel 9-kor elkezdődnek a mindenféle programok, a városi programok, és este 6 órától pedig egy gyönyörű magyar nóta műsorral készülünk, és fantasztikus kollégáim lesznek, például Bokor János, a magyar nóta császára, aztán Nyíri Szabó Sándor, dr. Fehér Eszter, dr. Fehér Eszternél álljunk meg egy pillanatra. A gyógyító, énekkel gyógyító házi orvos, aki szigorúan rendelési időben ott van a rendelőjében, gyógyítja a betegeket, és ilyenkor énekel neki. Azt mondom, igen, hogy ez egy rokon szakma, ugyanis az orvos ugye a testet gyógyítja, bár ez egy komplex dolog, de én hiszek abban, hogy egy színész, egy énekes, az pedig a lelkeket gyógyítja, mert aznap estére igenis egy finom kis balzsammal bekenegeti azokat a fájó sebeket, amik az embert a hétköznapokban érik, és én hiszek abban, hogy aki énekel, zenél, az a lelkek, az emberi lelkekkel foglalkozik. Na de művésznő, ön ezelőtt egy pár esztendővel bebizonyította, hogy ön nem csak egy operett primadonna, hanem egy igazi színésznő, aki prózát mond a színpadon, és részt vesz színdarabokba, és tombol a közönség. Jaj, ez egy csodálatos kitérő volt az életemben, és remélte, hogy ennek lesz folytatása. A Szolnoki Szigligeti Színházban Sára Júlia rendezésében játszhattam a Mikvében, ami egy csodálatosan szép, egy világhírű darab, az egész világon játszott. A rendezőnő a mai napig tartja az írónővel Izraelben a kapcsolatot. Tehát a mai Pesten a Big Színházban volt a premiére neki. Igen, láttam is. Az is egy nagyszerű előadás volt. A miénk az egy, hát egy csillagon játszódott, tehát nagyon puritán díszletek között, és én lehettem az a szereplő benne, aki betér és megtapasztalja ezt a világot. Értem, akkor még megboldogult férje az élők sorába volt. Igen, és igen. Grünci, ugye a világhírű 5. generáció a Nagymező utcában, a Csilláros. Igen. Grünci, ő olyan büszke volt. Mondom, hát mire vagy büszke? Hát a legjobb operett primadonna. Azt mondja, Péter, egy operett primadonna, aki egy igazi színházban, nem egy zenész színházban, egy ilyen darabot el tud játszani, annak Hollywoodban lenne a helye. Jaj, köszönöm szépen, ezt nekem így nem mondta, de nagyon tetszett neki az előadás, és én is büszke voltam rá, hogy belekerülhettem egy ilyen szép, veretes, nemes produkcióba, mint amilyen ez a... Az ő életében még volt egy nagyon nagy tervük közösen. Igen. A vidéki nyaralójukba egy gyönyörű nagy színpadot építettek. Éle még ez a vágy? A vágy él, sajnos mindennek financiális okai vannak, tehát sok-sok mindent a pénz. Hát közel van a Balaton, szuper meg van építve a színpad. Hát jó lenne, hogyha ezt tudnánk szerezni, ezt támogatókat. Áruljuk el a helyiség nevét? Egyelőre nem, majd hogyha ez realizálódik, akkor beszéljünk róla. Én nagyon szeretném, hogyha ugyanúgy, mint ahogy ez a Verpelét, vagy a volt az operettfalu, ugye, a kübekházi operettfalu, az is egy nagyon szép hagyomány volt. Hát egy falu nem csak politikailag legyen híres, hanem kulturálisan. Hát hogyne, szerintem minden mindennel összefügg. Tehát muszáj komplexen gondolkodni. Művésznő, de a számomra a művészet az első. Művésznő, mielőtt visszatérünk a papírjára. Igen. Egy nagyon befutott hollywoodi sztár azt mondta, ha nem keresnek a filmtől, ha nem keresnek a színháztól, akkor majd én csinálok olyan színházat, hogy mindenkinek a nyála csurogjon, és nálam akarjon föllépni. Hát íme a lehetőség. Jó, állok elébe. Nézzük akkor, ki mindenki lép még föl. Azt nem mondtam még, hogy Lakatos Miklós népi zenekara fog minket kísérni ezen az estén, és ez augusztus 26-án 18 órakor kezdődik a Verpeléti szabadtéri színpadon. Én, ha megengedi, akkor majd elmesélem. Ja, a héten találkozom Bán Teodórával, akinek csütörtökön a vendégei lesznek a 100 tagú cigányzenekar, és minek utána ön mindent tud énekelni, hogy gondoljanak önre is,
hisz annál gyönyörűbb dolog nincs Budapesten, mint kint a Margit szigeten, a szabadtéri színpadon. Úgyhogy biztos a következő évadban, nem tudom, ismerik-e egymást. Persze, ő egy igazi prima balerina volt, és egy szenzációs szervező és rendező. Amikor majd önnel befejezem a beszélgetést, akkor a 100 tagúnak az új vezetője és a helyettese jönnek hozzám, és beszélgetünk majd a mostani koncertjükről. És annál is inkább, mert azt el kell mondani, hogy ugye mind a kettőre azt mondják, az operett is hungarikum, de a magyar nóta is hungarikum. És igenis legyünk nagyon-nagyon büszkék rá, mert bárhol a világban sikerre viszi az aznapi estét, és jó hírét kelti a magyarságunknak, a népünknek, hogy magyarok vagyunk. Ez magyar nóta, ez a neve, és az élet bölcsessége ebbe bele van. Akkor fejezzük be, hogy ki lesz még ott. Tehát dr. Fehér Eszter az éneklő házi orvos, a testek és lelkek gyógyítója, Dóka Zsuzsa, Kapi Gábor és Bősi Szabó László, és a műsorvezetője pedig dr. Klement Zoltán lesz. Aki a Kívánság műsorát vezeti a Heti TV-nek. Úgyhogy abszolút ez szakavatott ember, és mindenkit sok szeretettel várunk, aki szereti a magyar nótát, és a szép zenét, és egy felhőtlen szép estére vágyik. Akkor szerintem ezt a beszélgetést úgy fejezzük be, hogy halljunk még egy gyönyörű éneket öntől. És akkor kérem a stúdiót, hogy akkor következzék a búcsúdal, de nem végleg búcsúzunk Kalocsai Zsuzsától, hisz hamarosan vendége lesz Libasír című műsorunknak, ahol ünnepeljük majd, ez az okrá, a 40 éves Operett Színházi jubileumát. Köszönöm szépen! Thank you.